A Vajdasági Magyar Szövetség a Magyar Kanizsai Városháza dísztermében mutatta be a párt programját, vázolta fel a következő 4 éves parlamenti ciklus kitűzött céljait a párt vezetőjének, képviselőjének jelenlétében. Kossuth Tamás Szabadka főkonzul és Ódor Bálint a magyar külügyi tárca EU ügyekért felelős helyettes államtitkára is jelen volt az összejövetelen. Összejöttünk a község egész területéről, sok-sok településünkről, összesen 13 településünk van, azért, hogy megismerkedjünk a Vajdasági Magyar Szövetség programjával, és megismerkedjünk azokkal a jelöltekkel, akik hivatottak lesznek ezt a programot megvalósítani, életre kelteni. Nagy öröm, hogy itt lehetek önökkel ma Magyar Kanizsán, és néhány percben szólhatok önökhöz. Mindenek előtt szeretném önöket köszönteni a magyar kormány nevében. És azzal kezdeném a mondatomat, hogy egy kérdést tennék fel, egy egyszerű kérdést, amire a válasz nem egyszerű. Mit hoz majd a vajdasági magyarságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozás? Javítani fogja-e az önök helyzetét az, hogy az Európai Unió tagja lesz Szerbia? És erre az egyszerű kérdésre a válaszom az nem lesz olyan egyszerű. Mert azt kell mondjam, hogy ez attól függ, hogy hogyan történik, mi történik a következő években, mi történik a hosszú csatlakozási tárgyalások során, hogyan sikerül megjeleníteni azokat az érdekeket ebben a bonyolult, komplex folyamatban, amely az önök érdekeik, hogyan jelennek meg tehát a csatlakozási feltételrendszerben a vajdasági magyarság érdekei. Azt gondolom, hogy ha ezzel a lehetőséggel tud élni a VMS, akkor nagyon nagyot léphet előre az önök közösségének a helyzete, a javulás irányába, és azt gondolom, hogy ebben a magyar kormány minden szempontból partnerként tud együttműködni önökkel és a Vajdasági Magyar Szövetséggel. Ez az együttműködés a Vajdasági Magyarok Szövetségével már megkezdődött és folyamatban van, és együtt dolgozunk azon, hogy beazonosítsuk azokat a pontos, konkrét témákat, amelyeknek a megjelenítése a csatlakozási folyamat során mindenképpen fontos. Élünk azzal a tapasztalattal is, rendelkezünk már 10-15 éves távlatban, hogy mit tehet az anyaország egy szomszédos ország csatlakozási folyamata kapcsán a határon túli magyar közösségért. És azt gondolom, hogy talán több elszalasztott lehetőség után most ezt a lehetőséget nem fogjuk elszalasztani. De ez csak az egyik része az én kérdésem adott válasznak. A másik része az az, hogy majdan, amikor belép Szerbia az Európai Unióban, akkor hogyan tudnak önök és hogyan tud a vajdasági magyarság élni a tagság adta lehetőségekkel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Uniós csatlakozásról beszélni itt Magyar Kanizsán jó érzés. Jó érzés azért, mert Magyar Kanizsa, az önkormányzat is és a magyar kanizsaiak is sok szempontból ebben a tekintetben élenjáróak voltak az elmúlt években. Az a tevékenység, amit a Tiszamenti Információs és Fejlesztési Központ végzett, azt gondolom, hogy példaértékű. Sok önkormányzat számára példaértékű lehet, vagy lehetne. Az a több mint 20 projektum és az a nagyjából 2 millió euró, amit különböző Európai Uniós forrásokból Magyar Kanizsának jutott az elmúlt néhány évben, azt gondolom, hogy mindenképpen jelentős. Függetlenül attól, hogy majd az elkövetkező években ez több lehet, de összehasonlítva azzal, hogy a magyar kanizsai költségvetés nagyjából 1 milliárd dinár, ahhoz képest 2 millió euró az nagyjából az egyéves költségvetésnek a 20%-a. És ha így közelíti meg az ember ezt a kérdést, akkor azt gondolom, hogy megalapozottan mondhatja azt, hogy ez, amit ezen a téren magyar kanizsaiak csináltak, tettek, az példaértékű. És erről hangzott el utalás, hogy ezzel kapcsolatban, hogy ez igazából a bemelegítő szakasza az Európai Uniós csatlakozásnak.
Az elmúlt néhány évben nem csak a pénzforrásoknak a mennyisége volt korlátozott, hanem azok a területek is, amely területekről a különböző pályázatok érkezhettek. Az elkövetkező 7 évben a pályázati források összege az nem fog változni, ugyanakkor azok a területek, amelyekről majd beérkezhetnek pályázatok, azok jóval szélesebbek lesznek, mert hogy ezután az elkövetkező 7 évben lehet majd pályázni a mezőgazdaság területéről is, a foglalkoztatás területéről is. Komoly kérdésekre is vannak válaszaink, és van elképzelésrendszerünk. És hát ezeket a válaszokat fogalmaztuk meg 2 évvel ezelőtt is, és most is a választási programunkban, és ezt szeretnénk fölkínálni a következő szerbiai kormánynak. Én ma voltam Belgrádban egy tévéműsorban, és aztán elkövettem azt a hibát, hogy megnéztem az interneten, hogy a hozzászólók mit gondolnak. És sokan azt írták, hogy hogy képzeljük mi azt magyarok, hogy mi fogunk a kormánypártoknak feltételeket támasztani. És hogy képzeljük azt, hogy a mi stratégiai elképzelés rendszerünket fogadják el azok, akik nálunknál több tízszer, több mandátummal fognak rendelkezni. Én meg azt gondolom, hogy ha mi ennek az országnak az állampolgárai vagyunk, akkor nekünk nem csak jogunk, hanem kötelességünk is a saját magunk érdekében válaszokat megfogalmazni. És akkor, amikor mi azt írtuk le a választási programunkban, hogy például arra fogunk javaslatot tenni, konkrét törvénymódosítási javaslat formájában, hogy ne kaphassanak szociális segélyt, ne részesülhessenek szociális segélyből azok az emberek, akik visszaeső bűnelkövetők, akkor azt gondolom, hogy egy olyan célkitűzést fogalmaztunk meg, amely mindenki számára ebben az országban szimpatikus kell, hogy legyen. És az egyáltalán nem baj, ha egy regionális kisebbségi pártnak van elképzelésrendszere. Nem szeretném a víziót szót használni, mert az, aki így lefelé néz, kifelé néz a plakátról, és mutat abba az irányba, és a vízióról beszél, az már leáldozóban van legalábbis az ő csillaga, úgyhogy én a vízió szót kerülném. De az, hogy nekünk van elképzelésrendszerünk, az azt gondolom, hogy egy jó dolog. És erre büszkének kell lennünk, hiszen azon kevés párt egyike vagyunk, amelynek konkrét elképzelésrendszere van a következő 4 évre vonatkozóan. A mezőgazdaság területén említhetném például azt is, hogy a szociális és egészségügyi biztosítási járulék fizetésének a kötelezettsége legyen arányban a megművelt földterület nagyságával, illetve az abból származó jövedelemmel. Említhetném azt, hogy a külföldiek földszerzését feltételekhez szeretnénk kötni. Említhetném azt, hogy például a kapcsolható eszközök bejegyzése tekintetében szeretnénk módosítani a jelenlegi szabályozáson. És ezek mind olyan kérdések, amelyekkel nem a választási kampány ideje alatt kezdtünk el foglalkozni, hanem nagyon komoly holtmunkánk van ezen kérdések tekintetében, hiszen már voltak indítványaink, javaslataink, felszólalásaink ezekben az ügyekben az elmúlt évek során a parlamentben. És vannak természetesen olyan célkitűzéseink is, amelyeket az elmúlt években csak részben, vagy egyáltalán nem sikerült megvalósítanunk. Például az úgynevezett kísértékű lopások tekintetében sikerült 15.000-ről 5.000 dinárra levinni az értékhatárt, és nagyjából a fél időnél járunk. Vajdaság autonómiája tekintetében azt gondolom, hogy egy kiemelt feladat kell, hogy legyen az új statútum elfogadása, a vajdaság pénzeléséről szóló törvénynek az elfogadtatása, a hatásköri törvény módosítása. Az idei évben legalább 2 alkalommal kell módosítani a nemzeti tanácsokról szóló törvényt annak érdekében, hogy a kollektív jogok tekintetében ne sérüljenek a jogaink, illetve a
döntéshozatali mechanizmusa a Magyar Nemzeti Tanácsnak és a többi nemzeti tanácsnak. Ugyanígy említhető az is, hogy a körzethatárokat összhangba kellene hozni a való világgal. Számtalanszor beszéltünk erről a parlamentben az elmúlt évek során. Sajnos semmiféle eredményt nem sikerült elérnünk, illetve lehet, hogy egy picit önkritikus voltam, vannak részeredményeink, de ezekkel önök nyilvánvaló módon és érthető módon elégedetlenek. Mi azt szeretnénk, ha a Tisza visszakerülne a saját medrébe, azt szeretnénk, ha nem csak a közigazgatási körzetek, hanem a fejlesztési alrégiók is ezzel a normális logikával összhangban kerülnének meghatározásra, úgy, hogy a törvény ezt elő is irányozza a mi módosítási indítványunk elfogadása óta. És ez nem egy üres, absztrakt, elvont politikai célkitűzés. Ez nagyon-nagyon komoly kapcsolatban van azzal, amiről utánam Nagy Imre professzor úr fog beszélni, ez pedig a gazdasági és térségfejlesztés. Nagyon fontos az, hogy a statisztikai régiók és az azon belül működő alrégiók összhangban legyenek földrajzi tényekkel, hogy Magyar-Kanizsa község sokkal nagyobb mértékben és ütemesebben fejlődhessen, és ne valamiféle bánáti régiónak legyen a határvidékén, hanem a maga természetes közegében fejlődhessen az elkövetkező évtizedekben. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ilyenkor a program bemutató vége felé már fogy a türelem, kicsit nehezebb összepakolni a gondolatokat, hogy az ember újat mondjon. Én most többedik alkalommal próbálom meg, remélem, hogy ez az egyik sikeresebb vállalkozásom fog lenni. Először is szeretnék köszönetet mondani polgármester úrnak nem csak a mai estéért, hanem azért, amit a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben ő, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség csapata itt az elmúlt két évben kiállt. Emlékeztetni szeretném a jelenlevőket arra, amire emlékeznek, hogy 2012-ben itt az ördög is összefogott az ördög szomszédjával, csak hogy minket kicsináljanak. És majdnem sikerült nekik. Nem sok közös volt bennük, azon túlmenően, ami a szándékuk volt. És az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség ma is egy koherens, komoly belső erővel bíró, összetartó, egy irányba mozgó csapat, többek között annak következménye, hogy a kanizsaiak így vették azt az akadályt két évvel ezelőtt. Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani Odor Bálint államtitkár úrnak is, hogy itt van velünk. Szeretném a jelenlevőknek elmondani, hogy engem is, a Lacit is, a Bálintot is és többünket több éves barátság köt az Odor Bálinthoz, és azt is szeretném maguknak elmondani, hogy az, amit például a rehabilitációs törvény apropóján nekünk sikerült elérni, nevezetesen azt, hogy úgy módosult az elfogadott törvény, hogy kikerült belőle a kollektív bűnösség intézménye, az Odor Bálinnak köszönhető elsősorban. Ő ingatja a fejét, ezért szeretjük. De higgyék el nekem, hogy nem túlozok. Az Odor Bálint magyar kormánynak az egyik olyan tagja, olyan államtitkára, aki nem csak partnerünk nekünk, hanem hozzánk tartozik. És ilyen szempontból fontos, hogy a Bálint most itt van, és ilyen szempontból fontos mindaz, amit most már hónapok óta együtt teszünk
az elkövetkező hónapok és évekre való fölkészülés folyamatában, amiről ő is beszélt, amiről Laci beszélt, illetve amiről a Bálint beszélt. Engedjék meg, hogy erről csak így virágnyelven ennyit, mert részleteibe menően talán nem kellene ezzel foglalkozni. Hölgyeim és uraim, mi most egy program bemutató rendezvényen vagyunk, de azt szeretném maguknak mondani, hogy mi ezt a programot most már 3 hete folyamatosan mutatjuk be. És nagyon sok olyan hely volt, ahol ennek a programnak az egészét, vagy a programnak egy-egy elemét villantottuk föl. Önökhöz is már eljutott ennek a programnak egy szűkített változata írásos formájában, szórólapok formájában. Meg azt gondolom, hogy volt itt a környéken, az önkormányzat területén sok olyan rendezvény, ahol akár a mezőgazdaságról, akár a szociális kérdésekről, akár sok minden másról beszéltünk, hogy most itt ne említsem a pár nappal ezelőtt itt megtartott összejövetelt, ahol arról beszéltünk, hogy a lehetséges 29 határátkelő hely közül, ami Magyarország és Szerbia között kiépíthető elméletileg, mik azok, amiknek a legnagyobb realitásuk van. Ezt a konferenciát is itt szerveztük ebben a teremben, ennél az asztalnál. Az aktualitása a pillanat. A pillanat, ami ebben az esetben 4 év. A 14-től 18-ig tartó 4 éves pillanat. Ennek a pillanatnak az az aktualitása, hogy ebben a 4 évben, ahogy mondták, lehet, hogy nem fog befejeződni Szerbia és az Unió között a tárgyalási sorozat vagy folyamat. Ha kimaradunk belőle, akkor egy olyan jövő alakul ki, ami nem fogja tartalmazni azokat a prioritásokat, legalábbis azoknak egy részét, amik csak a mi számunkra fontos. Bejártuk a terepet. Sok 10 000-en fognak ránk szavazni. Olyanok is, akik ezidáig nem mi ránk szavaztak, hanem valaki másra. Nekünk az a feladatunk, maguknak az a feladatunk, hogy ezeket az embereket meggyőzzék arról, hogy a közös kapaszkodó megteremtését csak közösen tudjuk elvégezni. A vajdasági magyar közösségnek kell a kapaszkodó. Járva kelve a Rónán folyamatosan azt hallja az ember, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy a vajdasági magyar ember itt akar maradni, és azt szeretné, hogyha a szerettei, akik az elmúlt 2 évtizedben a körülmények hatására elmentek, vissza tudnának jönni. Ehhez kell kapaszkodni. És én arról beszéltem, hogy ahhoz, hogy ez a kapaszkodó megteremtődjön, ahhoz erős parlamenti képviselet kell, erős magyar parlamenti képviselet kell, amit senki más nem tud biztosítani ebben a pillanatban, csak a Vajdasági Magyar Szövetség, és az, amit mi képviselünk, az egybeesik azoknak az óvajával, reménykedésével és elképzelésével, akik a kapaszkodóról beszélnek. Ilyen szempontból az, amit mi akarunk, az nem a mi programunk, hanem az a Vajdasági Magyar Közösségünk.